új érettségi struktúra. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom tantárgyból adtak számot tudásukról a diákok. Kevesebb a horgász. 2023-ban több mint 1000 fővel csökkent a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei horgászok száma. Helycsere. A kisvárdai futballcsapat kiesett az élvonalból, a Nyíregyháza Spartakusz viszont bajnokként került fel az NB1-be. Tekercsek, kódexek, átkok. A könyvek születéséről szóló két oldalas szövegértéssel találkozott ma országosan több mint 73 ezer diák a középszintű magyar nyelv és irodalom érettségi feladatsorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Május 6-án ugyanis megkezdődtek a kötelező tárgyak érettségi vizsgái, azok a végzősök adhatnak számot a tudásukról, akik 2020-ban az új nemzeti alaptanterv szerint kezdték meg a tanulmányaikat. Az előzetes várakozások szerint a magyar nyelv és irodalomnál a lexikális, míg a matematikánál a gyakorlati tudás kerül előtérbe. Látszik némi izgalom ezeken a 18 év körüli fiúkon. Van, aki az utolsó pillanatokban is az évszakok motívumait memorizálja füzetéből. Hétfőn reggel a magyar nyelv és irodalom érettségére készültek Nyíregyházán az Arany János gimnáziumban is. A mintafeladatsorokat és a próbafeladatsorokat folyamatosan gyakorolgattuk, illetve témakifejtő esszékkel is készültünk a mai érettségére. Én leginkább az ilyen egyszerűbb szerelem, tájlíra, vagy az évszakok megjelenésére számítok a mai nap folyamán. Na, akkor hölgyeim és uraim, játsszunk! Egy kis humorral próbálta oldani a diákok feszültségét a pedagógus, de a legfontosabb technikai információk is elhangoztak. Lényeg a lényeg. Megfejelik szépen, tehát ráírja nevét, ráírja osztályát. Megnézi, hogy nincsen nyomtatási hiba. Ha igen, akkor kérem, hogy jelezze. Ne felejtsék el az utolsó oldalt is kitölteni. Pontban 9 órakor pedig elkezdték a feladatokat megoldani. A középszinten vizsgázóknak idén először egy 40 pontos szövegértési nyelvtani feladatsort, majd egy 20 pontos irodalmi tesztet kellett megoldaniuk. Ez utóbbi a korábbi évek gyakorlati szövegalkotás feladatát váltotta. Erre összesen 90 perc állt rendelkezésre. Ezt követően az érettségi második részének megoldására mindkét szinten 150 percet kaptak a vizsgázók. Középszinten egy 5-800 oldalas műelemzés és egy témakifejtő esszé közül választhattak a diákok. Ebben az évben még inkább nagyobb az izgalom, hiszen az új NAT követelményei szerint új feladatsorokkal találkozhatnak a diákok. Ezek egyrészt strukturális változásokat jelentenek, például a magyar nyelv és irodalomból, más tantárgyakból pedig a feladatlapokban a témakörök átcsoportosítására került sor, illetve új tantárgyként jelent meg az állampolgári ismeretek, amelyekre a projektmunkákat már leadták a gyerekek a múlt héten. Mi úgy gondoljuk, hogy az izgalom bár nagy, de a kollégái megfelelő szakértelemmel és rutinnal felkészítették a gyerekeiket, és mindig helyt szoktak állni az érettségi vizsgákon, úgyhogy szerintem most sem fog problémát okozni. Az Aranyban a hagyományoknak megfelelően most is 2 végzős osztály van, ez 63 rendesen vizsgázó diákot jelent, 61-en pedig előrehozott érettségit tesznek a napokban. És nagyon sokan tanultak az emelt szintű megmérettetésekre is. Nem véletlenül, hiszen fontos többletpontokat jelent a továbbtanulásnál. A diákok tudatosan választanak felsőoktatási intézményt, és ott megnézik azt, hogy mi a bemeneti követelmény. Annak megfelelően választják az emelt szintet abból a tantárgyból, ami neki szükséges ahhoz, hogy azon az egyetemen tudjon majd tovább tanulni. Nagyon sokan választották most a matematikát, történelmet, tehát azt gondolom, hogy a felsőoktatásban ez a 2 tantárgy meghatározó lehet a továbbtanuláshoz. Illetve biológiát, kémiát, aki orvosi, gyógyszerész irányba gondolkodik. Magyar nyelv és irodalom tárgyból középszinten országosan 73.472-en, emelt szinten pedig 2066 tanuló ad számot tudásáról. Kedden matematikával folytatják a vizsgákat középszinten közel 70 ezeren, emelt szinten pedig több mint 6600 diák. Szerdán történelemmel, csütörtökön angollal folytatódik az érettségi, amelynek első hetét pénteken a német feladatsor zárja.
Az írásbeli vizsgák május 27-ig tartanak, június 5-től 12-ig az emelt szintű, június 17-től július 3-ig pedig a középszintű szóbeli vizsgák várják a diákokat. Több mint 70 millió forint értékben telepít halakat a Tiszán és mellék folyóin idén a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei szövetsége. A 2023-as statisztikák szerint a vármegyei horgászok tavaly 81 ezer kilogramnyi halat fogtak ki, ez a szám egy évvel korábban 74 ezer kilogram volt. Kevesebben horgáztak tavaly a vármegyében, mint az azt megelőző évben. A számokból az derül ki, hogy több mint 1000 fővel csökkent az állami horgászjegyet kiváltók száma, legalábbis Szabolcs-Szatmár-Berek területén. Sajnos egy kis csökkenés volt a 2022-es évhez képest. 29.200 főre, 28.000 főre csökkent a megyei horgászlétszám. Igazából ennek a statisztikának nem gondolom, hogy olyan nagy jelentősége lenne, hiszen ez egy pillanatnyi állapotot tükröz. Lehet, hogy ugyanezek a horgászok megvannak, csak mondjuk Hajdú-Bihar megyében, vagy mondjuk Borsod megyében váltották ki az állami horgászhelyeket, ugyanis országosan igazából nincsen számottevő csökkenés a horgászok létszámában. Míg a horgászok száma csökkenő tendenciát mutat, addig a Tiszán és mellékvizein kifogott halak mennyisége a vármegye területén jelentősen nőtt 2023-ban. Nemrég készült el a végleges statisztika. Itt volt azért némi javulás, tehát egy 81 ezer kilogramm körül van az a hal mennyiség, amit a szövetségi vizekből kifogtak a horgászok. A tavaly évben ez csak 74 ezer kilogramm volt, úgyhogy itt volt egy kis javulás. Hát ez is szerintem részben annak a függvénye, hogy mikor milyen év van. Tehát mennyire alkalmas a vízállás arra, hogy a horgászok eljussanak a vízpartra és tudjanak horgászni. Bár az is lehet, hogy növekszik a hal mennyisége a vízben, amit a horgászaink ki tudnak fogni, én ennek örülnék igazából. Tavaly közel 60 millió forint értékben telepített halakat az Egyesület, idén ezt a keretet már biztosan túllépik. Az idei tervünk az 67 millió forint értékű hal, de ez a minimum, tehát ettől csak több lehet. Ezt a számot úgy kell elképzelni, hogyha van valamilyen pályázati lehetőség, vagy anyagi forrásaink lehetővé teszik, akár saját erőből is, akkor e fölé fogunk menni. Tehát én azt gondolom, hogy egy 70 és 80 millió forint körül fog megállni ebben az évben a telepítendő halmennyiségnek az értéke. És itt elég széles a spaletta, tehát csapósügér, fogassüllő, menyhal, kecsege, ponty különböző korosztály, azok mind telepítésre kerülnek a halgazdálkodási tervünk alapján, ami egyébként úgy van összeállítva, hogy minden évben egy pici növekményt azért kalkulálunk hozzá. Az Egyesület több mint 5000 hektárnyi területen végez telepítéseket a Tiszán és mellék folyóin, ami több mint 450 folyamkilométert jelent a Szamos, Túr és a Kraszna folyók szakaszaival együtt. Halált okozó testi sértés büntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója június 4-éig elrendelte annak a házaspárnak a letartóztatását, aki bántalmazott és halálra éheztetett egy nőt. A pár férfi tagja interneten ismerkedett meg a sértettel, akinek családi körülményei rendezetlenek voltak, italozó életmódot folytatott. 2023 nyarán a házaspár rábírta a sértettet, hogy szállásért és ennivalóért cserébe segítsen nekik a ház körüli munkákban. Azonban a nő élelmezéséről nem megfelelően gondoskodtak, a földön altatták, és az ingatlant sem hagyhatta el engedélyük nélkül. Mindezeken túl HB gyanúsított ököllel és sodrófával rendszeresen, míg HB-né puszta kézzel alkalomszerűen bántalmazta a sértettet abban az esetben, ha a rábízott feladatokat nem megfelelően végezte el. Április 28-án az éheztetés miatt már mozgás és beszéd képtelen sértettet beültették a gépkocsiba, majd elindultak vele Budapest irányába. Útközben észlelték, hogy a sértett elhunyt, így az autópályáról lehajtva egy aszódi társasház parkolójában kirakták az élettelen testet. A nő holttestét arra járó gyermekek találták meg. Az 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekmény esetén fennáll a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés veszélye, ezért a bíróság mindkét gyanúsított letartó osztatásának elrendelése mellett döntött.
Tűzoltók versengtek Nyíregyháza belvárosában, több mint 20 település, többek között Budapest, Csorna, Eger, Nyíregyháza, Szatmárnémeti és Tiszaújváros tűzoltói mérték össze erejüket és gyorsaságukat. A Sztárek Ferenc erőpróba társszervezője a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei tűzoltószövetség volt, támogatói közül pedig többen standokkal, bemutatókkal várták az érdeklődőket. A Magyar Tűzoltók napja, egyben Szent Flórián napja is, aki a tűzoltók védőszentje, valamint megtestesítője a tűzoltói munka lényegének, a bátorságnak, az önfeláldozásnak, a becsületnek és az emberek megsegítésének. Több mint 20 településről érkeztek hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók Nyíregyháza belvárosába azért, hogy ezekről az erényekről tanúbizonyságot tegyenek. Itt ezen a versenyen olyan versenyszámokban indulnak el a tűzoltók, hogy amivel találkozhatnak szinte nap mint nap, tehát olyan kihívásokkal ugye felszereléseket kell eljutatni ugye egyik helyről a másikra, társmentés kell végrehajtanunk, ott egy 80 kg-os bábúval szimuláljuk. Ugye itt a látványosság kedvéért, mivel célja ennek a versenynek az is, hogy minél több ember szólítsunk meg tűzoltóság irányába, mutassuk be ugye azt, hogy mit kell egy tűzoltónak, mivel találkozik, mit kell neki végrehajtania, tehát ezért egy tűzoltó trabant húzás is benne van. Van benne egy ketrec, egy ilyen pszichai akadálypálya, ugye keresztül kell neki jutni, különböző nyílásokon át kell verekednie magát, tehát ilyen erőt próbáló akadályokon kell túljutni, ez nem a teljes lista természetesen. Létrával futás, állványra felfutás és abroncs átforgatás is szerepelt azok között a feladatok között, melyeket megpróbáltak a tűzoltók a lehető legrövidebb idő alatt szakszerűen kivitelezni. A megmérettetés 3 korcsoportban zajlott. 62 versenyzőnk van, hogy mi is ugye az idővel úgy gazdálkodtunk, hogy biztonságosan időben ugye végre tudjuk egy nap alatt ezt hajtani, illetve, mint mondtam, ez az első tűzoltó verseny, tehát tapasztalatokat is szerezzük. Önkéntes, létesítményi, önkormányzati és hivatásos tűzoltók is indulnak. Dunántúlról, fővárosból, nagyon sok település és Szatmárnémeti városából is. Hát és a díjazás, nagyon gazdag díjazás, nagyon sok támogatunk volt a városban, és itt a működési területünkön, tehát nagyon gazdag díjazással készültünk, 3 korosztályban, 35 alatt, 35-től 45-ig, 45-ig fel, tehát 3 korosztályban kapnak díjazást, a legjobb létesítmény, a legjobb hivatásos, a legjobb önkormányzati, tehát mindenkire, a legidősebbre is mindenkire gondolunk, tehát nagyon gazdag díjazásra számíthatnak a versenyzők. Az elmúlt évtizedben a keleti régióban csökkent azoknak a fiataloknak a száma, akik a tűzoltó hivatást választják. Ezért a rendezvény arra is hivatott, hogy toborozza a vállalkozókedvű fiatalokat. Ignác Sándor, tűzoltó őrmester, 4 éve dolgozik tűzoltóként, és mint versenyző indult el az erőpróbán a 35 év alatti korosztályban. A legnehezebb az a kitartás és az állóképesség, tehát erre kell nagyon rágyúrni minden tűzoltónak, aki ilyen versenyen szeretne részt venni, hogy is nagyon be kell osztani az energiát, végig kell menni a pályán, és nem elsősorban ennek tüdő kell hozzá, levegő. A rendezvényhez csatlakozott a Kelet-Magyarországi Speciális Mentőegyesület is, akik a belvárosban kutyás, valamint mentési és alpintechnikai bemutatót tartottak. Egészségügyi szűrőbusz, gyermeksarok és tűzoltó bemutatók is várták az erőpróbára kilátogatókat. 3 vármegyebeli szakképző intézmény diákja lett az első az idei szakma kiváló tanulója versenyen. A Szabolcs-Szatmár-Beregi intézményekben tanulók közül pedig több szakmában értek el dobogós helyezést a fiatalok. Utoljára koptatjuk az iskola padjait. Ezután itt hagyjuk életünk ezen lapjait. Saját versével köszön el társaitól a nagykálói Kálai Rudolf szakképző diákja. Kóródi Béla nem csak a rímfaragásban aktív. Április végén az országos szakma kiváló tanulója versenyen pincér vendégtéri kategóriában első helyezést ért el. A megmérettetések 2 napból álltak, az első nap egy koktélt kellett megkevernem, egy Apple Daiquiri koktélt, egy élő felszolgálás volt, tehát vendég előtt végzett tevékenység is volt, mely egy hústrancsírozás volt, illetve 4 fogásos menü felszolgálása. A második nap pedig kávékülönlegesség készítés és egy díszasztal terítés a Rubikocz 50. évfordulójára. A jövőbeni terveim közé tartozik, hogy visszajövök ebbe az iskolába, és lerakom az érettségit, illetve egy másik szakmára is szeretnék még visszairatkozni. A szakképzés egyik legrangosabb eseménye a budapesti Szakmasztár Fesztiválon megrendezett verseny. Az intézmény minden évben indul a megmérettetésen.
Az idei év sikerét az igazgató szerint a diák kitartása és a felkészítő tanárok munkája hozta meg az iskola számára. Már a megyei fordulóban éreztük a felkészítő kollégák is, hogy ebbe a diákba több van, mint általában egy versenyzőbe, és a várakozások be is jöttek. Nagyon jó eredménnyel az országos válogatóból bekerült, ott pedig magabiztosan a döntőbe is részt vett. És a döntő, ugye az egy kétnapos megmértetés volt, mind a két nap a maga nyugodtságával, higgadtságával, szakmai tudásával, személyesen is ugye fenn voltam és láthattam. Van egy szakmai közösség, aki segítette a munkáját, és nagyon ki kell hangsúlyoznom, hogy egy szakmai közösségben nem egy emberhez kötődik, nem kettőhöz, hanem azok, akik itt oktatnak, mindegyik kollega beletette magát abba, hogy minél szebb eredményt érjen el. A vármegyei szakképzők közül többen értek el dobogós helyezést az idei szakma kiváló tanulója versenyen. Első helyen végzett még a kisvárdai SC Kandó Kálmán technikumának diákja is, vasútforgalmi szolgálat tevő szakmában. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós technikumának diákja pedig villanyszerelő épületvillamosság szakma irányon vehette át a legjobbnak járó elismerést. Kiesett az élvonalból a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 31. fordulójában Felcsúton 4-2-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától, így két fordulóval a bajnokság zárása előtt 9 pont távolságra került a bennmaradást jelentő 10. helytől. A forduló további eredményei a következők: Fehérvár FC MTK Budapest 4-0, Mezőköves Zalaegerszeg 1-2, Újpest DVTK 7-0, Kecskemét Paks 0-0 és Ferencváros Debrecen 5-1. A tabella élén a Ferencváros áll 71 ponttal, megelőzve az 54 pontos Paksot. A 28 pontos Kisvárda a 11. helyen várja a vasárnapi Mezőkövesd elleni mérkőzését. Mintegy 1000-en teljesítették a 3 kilométeres távot Máté Szalkán a Fussafény városában elnevezésű futófesztiválon. Az Aktív Magyarország programhoz csatlakozó tömegsport eseményt egy úszó és egy kerékpáros verseny között egy speciális triatlon verseny középső elemeként rendezték meg. Közös bemelegítés, a rajtpozíció elfoglalása, visszaszámlálás, majd felharsan a rajtot jelző kürtszó. Van, aki nagy lendülettel, és van, aki komótosan vág neki a 3 kilométeres távnak. Máté Szalkán rendeztek már korábban is futóversenyeket, de ez különleges volt, mivel egy speciális triatlon verseny középső elemeként mozgatott meg, mint egy 1000 amatőr futót. Elterveztük még az év elején képviselőtársaimmal azt, hogy megszervezzük újra a Máté Szalkai triatlont, ami ugye úszásból, futásból és kerékpározásból áll. Ez a mai rendezvény, ahogy mi hívtuk magunk között, a Máté Szalkai Fit Fut, vagy ahogy kiment a szlogen, Fuss a fényvárosában című kezdeményezés. Azért volt jó, mert több százan eljöttek ebben a csodálatos időben, és ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy átadva az érmeket minden egyes résztvevőt éremmel jutalmaztunk, nagyon sokan elmondták, hogy először futottak ilyen helyen. És ez nem egy kifejezett verseny volt, ez egy örömfutás volt. És amikor megkérdeztem egy ifjú versenyzőt, hogy megcsináljuk jövőre is, akkor ő azt mondta, hogy nem jövőre, jövő héten. Hát ettől jobb válasz, eklatánsabb válasz nem kaphat egy polgármester, aki azon töri a fejét, hogy jövőre is legyen ilyen, mert hogy csinálni kell, mert Máté Szalkán ennek helye van. Bár a rendezvénynek inkább fesztivál, mint verseny jellege volt, azért akadtak jó néhányan, akik egymással és az órával is versenyt futottak. A leggyorsabbnak a Máté Szalkai születésű, Debrecenből érkező amatőr futó Virovec Viktória bizonyult. Általában heti 5-5 futok, az attól függ, hogy van-e versenyem a hétvégén egyébként, hogy mikor mit futok. Hétvégente futok általában hosszabbakat, hétközben pedig pályaedzéseim vannak, illetve intervalledzéseim nagy részt. Régebben is futottam, de hogy így a Covid alatt ez így abban maradt,
és úgy gondoltam, hogy valami sportot szeretnék a Covid után is csinálni, és akkoriban beneveztem egy futóversenyre, miért is, és az lett a legnagyobb motiváció, hogy elkezdjek edzeni, arra felkészülni, mert szerettem volna ott azért, hogy vállalható eredményt elérni. Engem nagyon motivál az, hogyha profi, de idézelbe profit, egy magyar bajnokságokon induló futók ellen versenyezhetek, olyan emberekkel, akik ugye a felnőtt magyar mezőnyt is uralják, mert szerintem ez egy nagyon nagy kihívás. És hogy láthatom, hogy én hol tartok hozzájuk képest. A triatlon harmadik részét, a Tour de Gat elnevezésű kerékpáros versenyt május 25-én rendezik meg a Kraszna töltésén. A 35 kilométeres viadalra előzetesen már több mint 1000 jelentkeztek. Három fordulóval a zárás előtt megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB1-be a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese az NB2 31. fordulójában 3-1-re verte a Gyirmótot és ezzel behozhatatlan előre tetszelt a tabella élén. A táblázat élén a 70 pontos Nyíregyháza áll, megelőzve a 60 pontos Győrt. A Spari vasárnap a 14. BVSC Zugló otthonában lép pályára. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A Nyíregyházi Arany János gimnáziumban 63 diák országosan több mint 73 ezeren érettségiztek hétfőn középszinten magyar nyelv és irodalom tárgyból. Nekik a könyvek születéséről szóló kétoldalas szövegértéssel kezdődött a 2020-as nemzeti alaptanterv szerinti új érettségi. A vizsgák kedden matematikával, szerdán történelemmel, csütörtökön angollal folytatódnak, a hét pedig pénteken német nyelvi feladatokkal zárul. Több mint 1000 fővel csökkent a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei horgászok száma egy év alatt, a kifogott halmennyiség viszont a statisztikák szerint jelentősen nőtt. A Sporthorgász Egyesületek vármegyei igazgatója szerint a növekmény a haltelepítéseknek is köszönhető. Kiesett az élvonalból a kisvárdai futballcsapat, Feckó Tamás együttese az NB1 31. fordulójában felcsúton 4-2-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától, így két fordulóval a bajnokság zárása előtt 9 pont távolságra került a bennmaradás jelentő 10. helytől. Három fordulóval a zárás előtt megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB1-be a Nyíregyháza Spartakusz. Tímár Krisztián együttese az NB2 31. fordulójában 3-1-re verte a Gyirmótot, és ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén. Május 6-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírműsorral pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden erőteljes gomoly felhőképződés várható, így napközben erősen felhős, sőt akár borult időszakokra is számítani kell. Délutánig az ország északkeleti harmadán, majd délutántól már a Dunántúl nyugati és délnyugati, déli részein is több helyen várható zápor, helyenként zivatar. Napközben 20-22 fokig melegszik fel a levegő.